Kedves testvérek, ismételten csak a gyerekekhez fordulnánk első ízben, és azt kérdezném tőlük, itt a bal oldal, hogy az eddig pár napos vakációban mit csináltok? Mivel töltöttétek a vakációban ezt a pár napját? Ezt vártam. Vagyis, hogy Balázs, ügyes vagy. Ezt vártam. Mert igen, amikor vakáció van, amikor szabadság van, akkor általában nem csinálunk semmit. Kedves testvérek, szerintem, ha odafigyeltünk a mai szentlási szakaszokra, akkor nagy öröm foghatott el bennünket, akik talán már nem vakációzunk, hanem talán a megérdemelt nyári szabadságunkat várjuk, hogy azt mondtam a Pál apostol, hogy meghívásunk a szabadságra szól. Valami végre, valami jó gondolat a Szentlélek, hogy szabadságra van a meghívásunk. És Jézus ma, és ma a Pál apostol azt mondja, hogy jó, hogy van ez a szabadság, a nyaralás, a vakáció, de azt mondja a Pál apostol, hogy vezéreljen bennünket a Szentlélek. Akkor most tessék, nézzük meg a mai evangéliumból az Úr Jézus példáján, hogy a Szentlélek, hogy mit jelent vakációzni, nyaralni, élni a Szentlélek vezetése alatt. Három gondolatot szeretnék ma nektek idehozni. Az első, hogy az Úr Jézus a mai evangélium elején azt mondja, hogy felmegy Jeruzsálembe. Jézus nem engedi, hogy az életét, úgymond az életnek a sodrása, az események alakulása magában ragadja. Jézus nem engedi, hogy ide-oda dobálja Jézus az életének az alakulása. Jézus mielőtt nem egy csónak a háborgó tengeren, amelyet a hullámok, a szél ide-oda dobálnak. Jézus most egy célt tűz ki magának. Egy programot, ha úgy tetszik. De mikor is? Ha Jézus céltűz ki programot, tehát ez azt jelenti, hogy a vakáció ideje alatt, hogy hát azért nincs, hogy csináljunk semmit, ne fújjunk szét, mint a lekvár, hogy azért jó, megvan az ideje, úgymond az unalomnak is a hosszú iskola után, de azért mégsem ebben csúcsosodjon ki a mi pihenésünk, nyaralásunk, szóval azt hiszem talán a búcsú után mindannyiunk elmegyünk a szélrózsa minden irányába. És ne csak abban álljon tehát a mi nyaralásunk, a vakációnk és az életünk, hogy nem csinálunk semmit. Ha nem teszünk el semmi értékeset az asztalra, de akkor milyen legyenek a céljaink? Milyenek a céljaink most? Amikor így elképzeltem, hogy nektek fog beszélni, akkor úgy kértem a Szent Lelket, hogy akkor mit is mondjak, és bizony, de milyen céljaink vannak nekünk, mindnyájunknak, nekünk? Hát nem az a legfőbb cél, hogy hát legyen végre rendes fizetésem. Mert hogyha fizetésem megvan, akkor minden megvan. És igazából a fizetésem az, ami motivál engem, hogy nap mint nap újra bemenjek a munkába, vállaljam a munka nehézségét, és így tovább nem ragozom. A fő célunk talán a mi életünkben nyilván fontos ez. De a fő cél mégiscsak az, hogy fizetésünk legyen. Jézusnak azonban más céljai vannak. Nyilván Jézus is pénzből él. De Jézusnak azért más céljai vannak. Egyrészt, amikor meghatározom, hogy ma felmegyünk Jeruzsálembe, megjegyzi az evangélium, amikor már közeledtek Jézus szenvedésének a napjai. Vagyis Jézus nem egy nagyon távoli, 20, 30, 50 évvel, 50 év múlva megtörténő célra figyel, ami vagy megtörténik, vagy nem, 50-50%, hanem közeli célra. Közeli célra figyel, amely szinte kanyú társira van, amikor már közeledtek szenvedések a napjai. Tehát próbáljunk olyan célokat megfogalmazni az életünkben, amelyek nem ilyen távoliak, hát ki tudja, mi lesz 10-20 év múlva, hanem amelyek közeli célok. Szóval Jézus azt mondja, hogy felmegyek Jeruzsálembe. Jeruzsálem magasan van.
Jézusnak tehát egy fizikai emelkedőt, a hegyek emelkedőt is meg kell tenni. Olyan célt fogalmaz meg, amely programban Jézusnak meg kell erőltetnie magát. Amely cél, amely program erőfeszítést igényel Jézustól. Kedves testvérek, és Jézus céljában ott van az is, hogy ebben az úton Jézust a kudarc is elérheti. Hogy a célnak az elérkezéséhez hozzátartozik a kudarc, az elesés, a nem megy tapasztalata is. És éppen ezért, testvérek, most, amikor elkezdődik a vakáció, a nyaralás időszaka, és ami mind a életünk, fogalmazunk meg olyan célokat, amelyek közeliek, amelyeket meg tudok valósítani, amelyek azért túlmutatnak rajtam, vagyis előfeszítést igényelnek, és amelyekben talán ott van az is, hogy hát elbukhatok, de újra felállok. Legyen a mi nyári szünidőnk, vakációnk tényleg ilyen, hogy amely nem szétfolyik, nem unalommal van tele, nem a semmit tevéssel, hanem legalább, hogyha elmentek egy folyóvíz mellé, vagy víz mellé, akkor ne csak feküdjetek a napon, hanem valami értékteremtő programot is iktassatok be. És végül is, ha minden a fiatalmas, ez úgy jelenik meg, hogy milyen céllal ébredtél fel a mai napon. Hogy milyen fogadással indultál a mai napnak. Hogy mit szeretnél tenni, mit szeretnél ma elérni, vagy milyen szeretnél lenni. Vajon van-e nagyobb cél, program, erőfogadás egy keresztény számára, mint az, hogy akkor Jézussal együtt én is felmegyek Jeruzsálembe. Hogy Jézus ott van az én utamban is, hogy követni akarom őt. És van még egy mondat, hogy amikor talán nehéz az élet, nehéz a mindennap, akkor lehet az is cél, hogy csak a mai napot bírjam ki. Csak a mai napot bírjam ki. A másik ilyen gondolat, testvérek, hogy Jézus a mai evangéliumban tudott következetesen gondolkodni. Tudott arra gondolni, hogy mi lesz tettének a következmények. Mire gondolok? Nem fogadják be Jézus az egyik faluban, Jakab és János rögtön dühből, haragból, indulatból a menkő nyilat akarják lehívni, leszórni a szamaritánusoknak a faluján. De Jézus azt mondja, hogy ne tegyék. De az emberfia nem elpusztítani, hanem megmenteni. Az apostolok még nem tudnak következetesen gondolni, nem tudnak gondolni a tettüknek a következményére. És talán mi, amikor elmegyünk szabadságra, nyaralásra, elkezdjük a vakációkra, a szülők sokszor nincsenek otthon, csak akik cincoghatnak az egerek, akkor úgy gondolhatjuk, hogy akkor most van a hadd elhadd. Végre kérhetem azt, ami bennem van, végre elengedhetem magamat, és irány neki az élet. Hogy elfelejtek következményekkel számolni. És éppen ezért, testvérek, amikor ilyen indulat fog el bennünket, bármilyen indulat, a hív, amikor elfogy bennünket a hív, akkor talán jó lenne, és akkor ez is a Szentleknek a tevékenysége, olyan, amit az apostolok tettek. Megkérdezni Jézust, hogy akarod-e, jobban mondva, megkérdezni Jézus, akarja-e, szeretné-e, megkérdezni a másikat, szeretnéd-e, és megkérdezni saját magamat is, hogy tényleg szeretném-e. Újra és újra Jézushoz igazítani az én tetteimet, az én tetteimnek a következményét, a jövőmet. Szeretnéd-e Jézus, hogy én ezt megtegyem? Szeretnéd-e házastársam, hogy akkor én ezt megtegyem? Szeretném-e én, hogy én ezt megtegyem? Tessék, és van itt még egy gondolat. Ez még nem más, mint az apostolok a tüzes nyilakat akarták leszólni a emberekre. És én vajon mit szólok magamból? Vajon a vakáció ideje, vagy a szabadság ideje, vagy az életemben én mit szólok ki magamból? Mit engedek ki magamból?
És olyan, ahogyan láthatjátok, ezek a gondolatok mind arról szólnak, hogy én milyen döntést hozok meg. Mit szólok ki magamból? A héten kétszer vagy háromszor kellett egy bevásárló központba menni, és megfogadtam, hogy akivel így szemezek, vagy akivel szemkontaktusba kerülök, ez a jobb megfogalmazás, akkor rámosolgok. És bizony éreztem, hogy voltak, akik ilyen bolondnak tartottak, hogy most mit mosolgok rá, de azt ő is visszamosolgott. Azt hiszem, testvérek, hogy nyilván ez csak egy egyszerű példa, de hogy mennyire fontos az, hogy mit engedek ki magamból, vagy mit szórok ki magamból, hogy a haragnak, a sértődésnek, vagy bárminek, bármilyen negatív dolognak a nyilait, vagy éppen a szeretetnek a gesztusait. Csak is rajtam áll, hogy a nyári vakáció, szabadság és életem alatt, hogy mi mellett kötelezem el magamat. Ha tényleg jön el a haddelhagy, vagy pedig ilyenkor is próbálok szeretni, ilyenkor is próbálok keresztényként élni. És a harmadik gondolatestvérek pedig nem más, mint maga a boldogság. De a három rövid kis meghívásban három boldogság forrás, három boldogság akadályt láthattunk. Az első, hogy Jézus bárhova, ahova mész, oda megyek. Jézus mondja, hogy jó, jöhet utánam, de akkor számol azzal, hogy nekem nincsen házam, fejem felett, nincs párnám, és így is tudok boldog lenni. De amikor valami hiányzik, akkor az nem köti meg a boldogságot, hanem tudok függetlenül a tárgyaktól, a körülményektől boldog lenni. A második, hogy engedd meg, hogy eltemessem apámat, vagyis hogy még igencsak ragaszkodok a családi életemhez, és ez jó. De Jézus számára ez a túlzott ragaszkodás, ez egy folyatékosság. És a boldogság keresésemben is ott van ez a folyatékosságom, hogy hát én biztosan én már nem lehetek boldog, főképpen idősebbek, úgy szoktatok így gondolkodni, már biztos nem lehetek boldog, mert ilyen beteg vagyok, és így tovább. És ez is megköt. Ez is megakadályoz, hogy ráállít a boldogság útjára. És a harmadik, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy aki az kezét, az eke szalvát tett, és házra tekint, nem alkalmas. Vagyis, hogy aki mindig azt mondja, hát régen sokkal jobb volt minden, soha nem leszek olyan boldog, mint amikor fiatal voltam. Vagyis aki a múltban él, aki nem képes a pillanatot most megfogni, aki nem akar most boldog lenni, aki úgy gondolja, hogy már soha nem olyan boldog, mint régen. Ezek mind megakadályoznak bennünket. Emlékszem, amikor szüleimmel a Balatonnál nyaraltunk még nagyon-nagyon régen, amikor még nem építették ki ennyire a Balatont a négy évszakra, akkor bizony volt olyan hét, amikor egész héten keresztül esett az eső. És akkor hát fürödni nem lehetett, akkor mi nem voltunk ilyen wellness részlegek, és egész héten nagyon rossz idő volt. És mégis aztán feltartottuk magunkat, és talán az a nyaralásom maradt meg leginkább a Balaton mellől. Mert valahol nem fürödtünk szinte semmit, de mégis valahol boldogok voltunk, hogy örültünk egymásnak, hogy együtt voltunk. Függetlenül tudtunk attól, hogy milyen körülmények vannak. És akkor csak hadd hozzak ide egy pár gondolatot, csak így írtam ide, hogy egy jó bevásárlás, egy új ruhának a vásárlása, vagy akár az italozás, a dohányzás. Nyilván a dohányzás meg a túlzott italozás, ezek már nem olyan jó dolgok, de minden, amiben én a boldogságban próbálom megtalálni, ezek helyén való dolgok. Vagy gondolj csak bele abban, hogy a héten zárult a World Fesztivál, ezek nagyon jó dolgok. De már a nevében is ott van ez a profétai szó, hogy ez csak volt. Hogy mindezek a dolgok, amiben én a boldogságomat próbálok megfogni, ezek elmúlnak. Ez volt. Ezek nem tudnak engem feltölteni, vagy csak egy ideig. És sokszor ezekből a boldogság keresésénkből sokszor fáradtabban térek vissza a munkahelyre, mint ahogyan elmentem a vakációra. Sokszor jobban elfáradok a boltban, például, mint hogy engem azt az egész esztendőre feltöltsen. De most nem a fesztiválban nem beszélek, hanem arról, hogy mi az, amiből én élni akarok a vakációm után is.
Próbáljunk, tessék, olyan boldogságokat keresni a mi életünkben, amelyek feltöltenek bennünket, amelyek értéket adnak, amelyek olyan örömet adnak, amelyek tényleg erőt adnak az év többi napjának az elviselésére, amelyek felhegítik bennem a vágyat arra, hogy milyen jó lesz majd akkor, ha újból, amelyek erőt adnak, feltöltenek. Kedves testvérek, a lélek szerint élni, a lélek szerinti vakáció, szabadság és a lélek szerinti élet nagyjából tehát ilyen. Hogy az életemnek van egy célja, hogy nem csavarból vagyok az életben, hanem zarándok. Hogy képes vagyok a világban élni, de nem ebből a világból. És hogy képes vagyok olyan boldogságokhoz ragaszkodni, amelyek feltöltenek engem. Hát is hoztam nektek a hétre, az első. A mai napra, vagy a következő napra, milyen célt tűzné ki magam elé? Mi legyen a mai napomnak a célja? A második, mi az, amit magamból kiszoktam szórni? A többiek látnak, hogy mit engedek ki magamból? Gőz, füstöt, vagy mosoly? És a harmadik, tudok-e az esőben is örülni? És találtam egy nagyon szép imádságot, és ezzel zárom, imádság vakációra. Istenem, olyan szünidőtől, amely elpuhít, amely henyélésben telik, amely az értelem és a szív számára semmi hasznos sem terem, Uram, ments meg engem. Olyan naptól, amely Isten nélkül kezdődik, amely Istentől távol végződik, Uram, ments meg engem. A lustálkodástól, a léha szórakozástól, amely gyengíti önuralmat, és fogékonyát tesz a rosszra, Uram, ments meg engem! A pénz könnyelmű tékozásától, minden meggondolatlanságtól, amely másokat kísértésbe vihetne, vagy bosszanthatna, Uram, ments meg engem! Uram, szívből örülök a vakációnak. Sokat várok tőle, örömök, pihenés, felüdülést. Annyitott szemet, hogy meglássam a világ szépségeit. Annyitott fület, hogy meghalljam hívásodat. Töltse örömöddel. Engedd, hogy minél többet ízleljek meg világod gazdagságából. Vigyázz rám minden utamon, hogy a szívidő is erősítsen és gazdagítson. Amen. Köszönöm.